Elhatároztam, hogy most már elkezdek gyorsan festeni. Fogaskerékcserét hajtok végre. Legalább 15-ször gyorsabban kell festenem, különben sohasem készülök el a Westminster Abbey bemutatóra. Épp a londoni nagypénteki körmenet kellékeit építjük, illetve a Westminster apátságban színre kerülő némajátékot készítjük elő. A körmenet megrendezésére és az előadásra egyaránt az apátság kért fel bennünket. A kanonok úr felkérése igazán megtisztelő volt számunkra, és azt hiszem, a két esemény jól kiegészíti majd egymást. Ragaszkodtam hozzá, hogy a lovakat is felvigyük Londonba. Régóta lelkesedem a spanyol Semana Santáért, főleg a nagypénteki körmenetükért. Ezért, meg a Horse and Bamboo gyakori utazási módjára utalva, két lóvontatta kocsit készítünk, amelyek a Victoria Street-en mennek majd végig. A két kocsi egyikén a keresztet vívő Krisztus látható, a másikon pedig egy város dombbal, ami a Golgotát jelképezi. E nagyszabású esemény előkészítésében és megrendezésében részt vesznek a társulat régi és még régebbi tagjai is. Sokféle helyszínen próbáltunk az előadásra, legtöbbet egy ma már elhagyatott kórházban. És aztán az egészet át kellett vinni a Westminster Abbey fenséges falai közé, ami azért elég nagy különbség. Nagyon koncentráltan készültünk erre a némajátékra, amelyben Bob egy igen régi feltámadási történetet fogalmazott újra. Sok benne a csodás, mágikus elem. Mégis közérthető és egyszerű az egész. Én alakítom öreg Mérit, aki valójában Szűz Mária megtestesítője. Bár az alakja...